4 kabalát hoztam magammal, hogyha kabalának hívjuk őket. Az egyik a szemüvegem, ami a lemezből készült, vinil lemez van a borítóján, egy magyar tervező készítette, ragaszkodom is hozzá. Ezt édesanyámtól kaptam a 30. születésnapomra, nemrégiben került elő, és azóta mindig velem van. Ez pedig egy klasszik mikrofon, vannak bizonyos felvételek, és vannak bizonyos koncertek, amikor ezt is beizzítjuk. Ezzel kezdődött egy bizonyos pesti mulatóban a pályánk, tehát ezzel a mikrofonnal kezdtünk ott koncertezni, és azóta ez nekem nagyon fontos. 3 éves koromban kijelentettem, hogy én világhírű zenebohóc leszek. És ez a világhírű zenebohócság, ez kitartott, tehát hogy még a középiskolába és az artista képzőbe akartam jelentkezni, de nem volt zenebohóc szak külön. És akkor kaptam egy ilyen bohóc készletet, amiben volt egy ilyen műanyag bohócor. És hogy sose felejtsem el, hogy mi volt az eredeti cél, felvidítani, vagy megkönnyebbíteni az emberek életét. És talán azt hiszem, hogy ez továbbra is történik, csak nem ilyen piros sor van az orromon. Még mielőtt lett volna érettségim, már volt egy felsőfokú oklevelem rendező szakon. És amikor mellett az érettségim, én már kapásból diplomás voltam. Utána mentem a képzőre festőszakra. Majd elkezdtem táncolni és színházban játszani, mint színész, és közben koncertezni a zenekarommal. Na most ez mindegyik olyan pálya, ami eredetileg éhenhalásra ítéli az embert. Azt hiszem, hogy az volt a lényeg, hogy ahogy édesanyám mondta, ha olyan munkát végzel, amit ingyen is csinálnál 24 órában bármikor, mert annyira szereted, akkor soha nem kell dolgoznod. Viszont neked kell lenni a legjobbnak benne. És én igyekszem a magamhoz képest a legjobbnak lenni abban, amit csinálok, akkor is, hogyha esetleg festek, vagy hogyha színházban játszom, vagy ha koncertezem.